90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Galambos Balázs, és a vonalban itt van velünk Herkules Mónika, és szeretettel köszöntelek benneteket. Szia, Marian! Szia, Marian, köszöntöm a hallgatókat is. Két nagyon érdekes és nagyon aktuális témát feszegetünk a mai Dr. Jazzy-ben. Ugye a szülői felügyeleti joggal, a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos törvénymódosítás még csak ezután mutatja majd meg magát a gyakorlatban, de elméleti szinten azért egy kicsit fókuszba tesszük ezt a kérdést is, valamint közösségi felületek, a social felületek hatását a kapcsolatokra, párkapcsolatokra, házasságokra. Nagyon is aktuális a kérdés, hiszen nálatok is megjelennek a Szépen Válj el Válásközpontban éppen ezzel a problémával párok, azaz, hogy túlságosan is uralja az életüket a közösségi média. Mit gondolsz erről? Mennyire kell ezt komolyan venni? Azt gondolom, hogy tökéletesen igazad van, mert valóban nagyon komolyan rátelepedett az életünkre a közösségi média használat. És egyébként nagyon érdekes, mert külön lehet választani e tekintetben a nőket meg a férfiakat. Különösen itt az elmúlt másfél évben itt a pandémia meg a home office hozott magával egy érdekes tendenciát, miszerint a férfiak inkább elkezdték a stratégiai játékokat előnyben részesíteni, ami nem is social felület, hanem inkább csak a kütyű használatra vonatkozó megjegyzésem. A hölgyek azok meg elfordultak a Facebook, illetve az Insta irányába, aminek aztán akár egy ilyen napi 4-5 órás időtöltés is lehet a végeredménye, amit kvázi egymástól, meg a családtól, mint minőségi idő veszünk el. Úgyhogy ezért nem jó a tendencia, mert elkezdtünk egy ilyen virtuális valóságban élni, és akkor innen, mint külső felületről próbáljuk meg azokat az erőforrásokat, meg kellemes élményeket begyűjteni, amit egyébként így egymásnak kéne odaadni a valóságban, meg a való életben. A hölgyek nagyon sokszor sérelmezik azt, hogy nem kapnak elég figyelmet, mert ugye a férjük rengeteg időt tölt eleve a számítógép, a telefonképernyő előtt, szinte olyan, mintha ez egy ilyen elektronikus cigaretta lenne, az új függés. Ez konkrétan egy felmérés, hogy a magyar felnőtt lakosság naponta átlagban 2 órát tölt a közösségi média előtt, tehát egyszerűen nem kapja meg a feleség azt a figyelmet, amit szeretne megkapni. Illetve hát különböző kultúrák vannak itt a közösségi média használatot illetően, és nagyon sokszor nem nagyon tudunk mi udvarolni. Tehát pláne egy több éves házasságban, tegnap mondta az egyik kliensem, hogy 13 éve házas, és azt mondja a férje, hogy ha kifogtuk az aranyhalat, akkor mineket essük. Tehát egyszerűen nem kapja meg rengeteg feleség azt a fajta figyelmet, érdeklődést, csodálatot és udvarlást, amit ő szeretne kapni. Mondjuk feltölt olyan fotókat magáról, hogy ez pedig a férnek tolja ki a biztosítékot, mert igazából a hölgy a pozitív visszaigazolást az ő nőiességéről így gyűjti be. Igen, ez olyan, mint a függőség, tehát, hogy amikor az ember megérzi a finom, krémes, fehér csokoládénak az ízét, akkor az lehet, hogy másnap is kell, meg harmadnap is kell, meg már délelőtt is kell, meg ebéd után is kell. Tehát valahogy így vagyunk a social-lel is. Voltak is már erre vonatkozó kutatások, hogy igazából az ember a magabiztosságát, meg az önértékelését is növeli, vagy növelni próbálja azáltal, hogy kvázi kifelé éli az életét, és megmutatja a tökéletesen szép pillanatokat. A másik oldalról meg kvázi lából lőjük magunkat, mert azáltal, hogy magabiztosságot szeretnénk építeni, sokszor pont az ellenkezőjét érjük el, tekintettel arra, hogy mindenki csak a nagyon klassz pillanatokat töltögeti föl képek formájában, és azt látjuk, hogy mindenkinek csodálatos élete van, a miénk meg egyébként milyen. Mert hogy azért a saját valóságunkat mindannyian ismerjük, és az nagyon sokszor azért nem egészen annyira vatta cukros, mint ahogy a social felületein fotók formájában azt megmutatjuk, meg mások is megmutatják. Balázs, hogy látod? Rengeteg embernek az az elsődleges, hogy mit gondol róla más. Tehát nem az, hogy ő hogy érzi magát a bőrében, hanem hogy más mit gondol róla. Mindenki azt pakolja ki a közösségi média felületére, amilyennek látszani akar, nem pedig azt, ahogy önmagát érzi. Ez a közösségi média sztori, ez a megcsalásnak a melegágya. Halálkomolyan mondom, tehát
tehát szépen vannak konzultációkon, rendszerint ez fölmerül, cseten kaptam el, születésnapján ráírt, névnapján ráírt, tehát vannak úgynevezett ilyen apropók, amikor rá tudnak írni az emberekre, volt szeretők és a többi, és hogyha éppen van rés a pajzson, mert a párkapcsolat nem a legfényesebb napjait futja otthon, de kívülről megkapjuk azt, hogy mennyire tökéletesek vagyunk, és mennyire vonzóak vagyunk, és mennyire kívánatosak vagyunk, akkor nagyon könnyen bele lehet csúszni ebbe a történetbe. Hogyha itt párkapcsolatból házasság születik, a házasságból meg család születik, azért nagyon nem mindegy, hogy a külvilág felé mi az, amit tükrözünk magunkról, hogy például a gyermekeinkről milyen fotókat teszünk ki, hol, mert akár ez lehet egy úgynevezett bullyingnek, iskolai zaklatásnak is lehet később az alapja. Tehát én azt gondolom, hogy mint mindenről egy párkapcsolatban erről is végtelenül őszintén kell kommunikálni, hogy tudjon működni a történet. Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazzit Herkules Mónikával és Galambos Balázzsal, a Szépen Váljál Válás Központ válási szakértőivel, a Dr. Jazziben, a 90.9 Jazzin. Ez továbbra is a Dr. Jazzi, itt a 90.9 Jazzin, egészségmegőrző műsorunk vendégei Herkules Mónika és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válás Központ szakértői. Móni, ott tartottunk az előbb, hogy nagyon sokan kifelé élik az életüket, amire remek felület a közösségi média és az egyéb social felületek, és hát elég sokan szembesülünk azzal, hogy másoknak milyen fantasztikus élete van, míg a miénk az nem teljesen olyan, mint amilyet szeretnénk pedig. Úgy néz ki a dolog, minthogyha az embereknek másból sem állna az élete, csak a szabadidő eltöltéséből, meg a szép ruhákban, nagyon klassz helyeken villogásból, és elkezd az ember sokkal többet elvárni, egyrészt a saját életétől, másrészt pedig a párkapcsolatától, házasságától, mint amit az egyébként reálisan adni tud. Tehát, hogy elvárunk egy ilyen 150%-ot, meg egy óriási nagy tökéletességet, ami egyébként a valóságban nem működik. Elrugaszkodunk a realitásnak a talajától, ami egyébként social nélkül is megvan az életünkben, mert azért nagyon izoláltan élünk. Főleg itt az elmúlt másfél-két évet, hogyha alapul vesszük itt a pandémiát, az meg még inkább kihegyezte ezt a dolgot. Nincsen már 80-100 évvel ezelőtti kukoricafosztás, meg együtt éneklés közösen a faluban vagy a közösségben, és elkezdtük egyetlen embertől, a párunktól, a férjünktől, a feleségünktől, a párkapcsolatunktól elvárni mindazt, amit régebben, tehát mondjuk nagymamánk, dédnagymamánk korában egy egész falu közösségtől megkaptunk. Ezt pszichológusok egyébként meg is fogalmazzák, Eszter Perel például ezt leírta. Igen. És ez valóban így van, és elviszi az életünket egy olyan irányba mindez, ami nem megvalósítható, és a social felületeknek a pörgetése az meg ezt teljesen kihegyezi nagyon élesre, és az a végeredmény, hogy rettenetesen elégedetlenek leszünk az egyébként úgy, ahogy jól működő életünkkel. Egyébként, amikor jön hozzánk Szépen Váljál konzultációra egy pár, én mindig megpróbálom elképzelni őket, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor a férfi egyszer rózsával izgulhatott, a hölgy pedig a sminkjét igazgatta, hogy találkoznak. Tehát mindig van egy ilyen nagyon bájos kezdés ennek a dolognak, mert ugye az elejétől beszéltetjük őket, hogy hogy ismerkedhettek meg, hány évesek vagytok, és mi tetszett meg a másikban. És gyakorlatilag az összes kapcsolat egy kommunikációs buktaton szokott elcsúszni. Az a kérdés, hogy van-e szeretet alap, amihez vissza lehet nyúlni, és rá lehet építeni egy sokkal erősebb építményt, mert ha igen, akkor megmentjük a házasságokat a Szépen Váljál csapattal nagyon gyakran. Móni, hogy látod a megmenthetőséget, az újrakezdési lehetőségeket? Reszetelni nagyon szépen lehet a romlásba indult házasságokat, illetve a felbomlás felé sodródó párkapcsolatot. Mindig egy olyasfajta nézőpontot szoktunk inkább elültetni a felekben, hogy ne a hiányokra koncentráljanak, hanem az erőforrásokra. Illetve, hogy magában a párkapcsolatban milyen lehetőségek, meg milyen erő rejlik, amit lehet, hogy eltemettek. És lehet, hogy ennek egy jó része egyébként az, hogy kifelé fordult valaki ebből a kapcsolatból, vagy pedig olyasféle önértékelési problémákkal küzd, amit lehet, hogy még a gyerekkorából hoz, amit a social media pörgetésével próbál egy kicsit megtámogatni,
de ellentétes hatást ér el. Tehát amikor erre rádöbbennek az emberek, hogy hol vannak olyan fogódzók, meg olyan erőforrások, amikre nagyon klasszul egyébként lehetne építkezni, akkor nekünk csak azt kell megtanítani, hogy hogyan lehet ezeket elkapni, megragadni, és utána abból olyan erőt meríteni, amivel nagyon szépen utána kigyomlálható a kapcsolatból mindaz, ami nem odavaló, és új alapokon egy magasabb szinten hogyan folytatható tovább. És ennek bizony része az, hogy ne kívülről keressük a megerősítést, hanem magunkban, magunknak adjuk meg azt, amire szükség van, meg mi ketten egymásnak a házastársunkkal. Balázs? Rengeteg úgymond ilyen vadász hölgy, férfi is van fönt, gyűjtik ténylegesen a pozitív visszaigazolásokat, mert nem kapják meg otthon belül, meg nincs meg a saját önbizalma. Tehát se az önbecsülése, se az önértékelése, se az önbizalma, és akkor el tud indulni egy ilyen kifelé élés. Eleve egy szépen válásközpont konzultáció, egy olyan történet, hogy nagyon fel kell kötni a gatyáját annak, aki hozzánk jön párban, mert szoktam is mondani, hogy hol az egyik fél gyűlöl az egyik pillanatban, aztán a másik fél gyűlöl a másik pillanatban, tehát gyakorlatilag úgy tudom átadni ezeknek az embereknek a nézőpontját a másik félnek, ahogy ők nem tudják átadni. Tehát egészen más fajta nézőpontból vagyunk képesek rálátni a dolgokra, ők együtt élnek egymással évek, évtizedek óta, nem mondanak ki dolgokat egymásnak, csak egyszerűen gyűlik a feszültség. Itt például hogyan tudtok segíteni? Úgy tudunk segíteni, hogy olyan szakemberhez irányítjuk őket, aki ténylegesen a gyerekkori traumákat kezdi feloldozni, akár egy pszichológushoz, akár egy stresszkezelő szakemberhez. Van egy házaspár, aki zseniálisan EFT technikával dolgozik, érzelmi felszabadítás technikával. Ezeket a rosszul berögzült sémákat tudják gyakorlatilag feloldani és átírni. Ezek nagyon kemény munkát igényelnek, nagyon nagy tükörbenézést igényelnek, és egy őszintességet igényelnek, de hát nem ez a normális, hogy gyakorlatilag a közösségi médiáról gyűjtsük be kizárólag az önbizalmunknak a magjait meg a forrásait. És hát ahogy elmondtam, a megcsalásnak alapja, alfája és omegája a 2021-es Magyarországon a közösségi média. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Herkules Mónikával és Galambos Balázzsal, a Szépen Váljál Válásközpont válási szakértőivel, itt a Dr. Jazzy-ben a 90.9 Jazzin. Tartsanak velünk a továbbiakban is. A Dr. Jazzy folytatódik a 90.9 Jazzin. Egészségmegőrző műsorunk vendégei Herkules Mónika és Galambos Balázs, a Szépen Váljál Válásközpont válási szakértői. A következő percekben már egy törvénymódosítás lesz a fókuszban, amelynek értelmében a bíróság az egyik szülő kérelmére is dönthet a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, és az egyik szülő kezdeményezésére is elrendelheti a gyermek úgynevezett váltott elhelyezését az anyánál és az apánál. Móni, hogyan látjátok ti a törvénymódosítást és annak lehetséges következményeit? Mi azzal találkozunk, hogy azok a férfiak, akik egyébként gondos apukák, nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Tehát, hogy ez nem kötelező jelleggel fog elrendelődni, ez mindig csak egy lehetőség. Úgyhogy a férfiaknál ott ezt látjuk. A nőknél ott iszonyatos félelmeket látunk, meg eszméletlen komoly indulatokat ezzel kapcsolatosan, illetve hát ugye meg lehet nézni ezt a nőjogi meg a férfi jogi szervezetek részéről, hogy ki hogyan vélekedik. Én azt szoktam tapasztalni, hogy mindig elviszik egy ilyen extrém irányba a dolgot, hogy de mi van, hogyha az édesapa bántalmazó, mi van, hogyha az édesapa, aki ugye eddig jellemzően külön élő szülő volt, és két hetente egy hétvégét kapott a bírósági ítéletben, hogyha mondjuk alkoholista, nem tud normálisan bánni gyerekkel, lehet, hogy nincs is olyan kapcsolata a gyerekkel, stb. Mi azt gondoljuk, hogy ez a válási törvény nagyon jó abban az esetben, hogyha egyébként mind a két fél gondos szülő, és úgy alapvetően nincsen semmi baj. Nagyon sokszor úgy jönnek férfiak, hogy szeretném akkor én is a két hetente egy hétvége helyett a váltott nevelést, mit tudok ennek érdekében tenni, tehát nagyon sok férfi keres meg minket ezzel, meg már előre keresnek minket, hogy majd, hogyha elválunk a feleségemmel, mert már látszik, hogy ez megtörténik, akkor majd mit tudok csinálni. Tehát a férfiaknak ebben segítünk, hogy hogyan tudják ezt lezongorázni, hogyha tényleg nincsen semmi nagyon extrémitás. A hölgyeknél óriási nagy félelmek vannak.
Tehát gondold el, hogy az az anyuka, aki eddig 0-24-ben gondoskodott a kisgyerekről, és azt tapasztalta, hogy a társa az ebben nem igazán partner, vagy legalábbis nem úgy, ahogy ő szeretné. Ott viszont eszméletlen indulatok vannak, hogy úristen, hogy lesz kész a gyereknek a házia, úristen, hogyha 2 hétig a volt férjemnél lesz a gyerek, akkor lehet, hogy sokkal többet lesz beteg, mert a volt férjem az még igazából arra se gondos, hogy normálisan fölöltöztesse a gyereket. Tehát ilyen egészen gyakorlati problémák vannak, ami nagyon sokszor meg is állja a helyét, és egyébként is van egy társadalmi nyomás, tehát amiről így nem beszélünk meg, ahogy én olvastam a riportokat ezzel kapcsolatosan, meg hallgattam felvételeket, soha nem kerül szóba, hogy azért van egy kimondva, kimondatlanul fölöttünk lebegő presszió, úgy értem a fölöttünket, hogy nők fölött, édesanyák fölött lebegő presszió. De a társadalom is igazából azt nézi jó szemmel, hogy a gyereknek az anyja mellett van a helye. A hölgyek, akik hozzánk fordulnak, nagyon sokszor úgy jönnek, hogy hát ők halára vannak rémülve, hát úristen, micsoda dolog ez, hogy most akkor 2 hétig nem lesznek ott a gyerekek, most ő akkor mit csináljon? Lehet erre azt mondani, hogy persze, hát nagyon klassz, mert lesz az édesanyjának is én ideje, tud magával foglalkozni, tud egy kicsit pihenni, amíg a volt férje vigyáz a gyerekekre, ő viszi őket suliba, oviba, de hát azért a gyakorlatban ez nem olyan egyszerű. A válás az már azért történik, mert mi ketten nagyon nem jövünk ki egymással. És ott azért nagyon sokszor azon is megy a csetepaté a felek között, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatos elképzelések sem egyeznek. Nagyon sokszor úgy érzik a nők, hogy ez egy ilyen rájuk kényszerített, kötelező, közös felügyeleti joggyakorlás lesz majd, és próbálják valahogy kikerülni, hogy ne kerüljön 1-2 hétre a volt férjükhöz a gyerek, mert ők meg úgy gondolják, hogy ez a gyereknek nem lesz jó, meg a gyereknek nem érdeke. Tehát itt lesz majd egy érdekesség, hogy hogyan fogja megállapítani a bíróság, hogy valóban érdeke a gyereknek ez, vagy csak egy ilyen oktrojált kikényszerített dolog lesz, és egyébként meg a gyereknek hosszú távon nem lesz jó. 12 éves, 13 éves gyerekeket is megkérdez a bíróság, hogy kivel is szeretne ő élni. Erre azért nagyon jól föl kell készíteni otthon a gyereket a válófélben lévő szülőknek, mert nagyon könnyen bele lehet tenni egy kisebb, de akár egy nagyobb gyereket is egy úgynevezett lojalitás konfliktusba, és ez egy nagyon nagy belső feszültség a gyereknek, hogy úristen, most akkor nekem vagy anya mellett kell állást foglalni, vagy apa mellett kéne letenni a voksot. A gyerek meg mind a két szülőt szereti, mind a két szülőhöz kötődik, és nem akar az egyik mellé állni a másik ellenében. Tehát ez lesz majd érdekes, hogy hogyan lehet megállapítani, hogy ez oké a gyereknek, vagy nagyon-nagyon nem jó a gyereknek. Itt lesz a bíróság felelőssége. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Herkules Mónikával és Galambos Balázzsal, a Szépen Válj el Válás Központ válási szakértőivel, itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jazzy-n. Folytatjuk a beszélgetést Herkules Mónikával és Galambos Balázzsal, a Szépen Válj el Válás Központ szakértőivel, itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jazzy-n. Maradjunk akkor még ennél a bizonyos váltott elhelyezésnél. Mi a véleményetek, Balázs? Nekünk az a véleményünk, amit egy Bergström kutatás igazolt is Svédországban, ott 140 ezer gyermeket megvizsgáltak, és a teljes családban élők után azok a gyermekek voltak a legjobb mentális állapotban, akik a váltott elhelyezésben voltak. Tehát alapvetően az, hogy a gyermeknek az apja sokkal jobban bele lesz vonva a gyermeknek az életébe, ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy épp lélekkel legyenek felnőttek a gyerekek. Ugyanakkor az is a véleményünk, hogy hatalmas felelősség fog most a bíróságra hárulni, mert nagyon-nagyon éles szemmel kell kiszűrni azt, hogyha egy külön élő szülő, egy édesapa alkalmatlan, hogyha bántalmazó az az édesapa. Ugye ez a felelősség, ez rá fog hárulni az igazságügyi szakpszichiáterekre is, akik ezeket a gyerekeket meg fogják vizsgálni. És a másik véleményünk pedig az, hogy a hirtelen felindulásból szerelmes vagyok és válni akarok című női válás, ami nagyon-nagyon gyakori, ez jelentősen vissza fog szorulni. Tehát kevesebb lesz a válás, viszont sokkal több lesz a szeretői viszonyokkal megterhelt rossz házasság, illetve a válások között pedig nagyobb arányú lesz az úgymond harcos, tényállásos bontóper, mert a gyermekért az utolsó leheletünkig harcolni fogunk, és nem tudjuk azt elképzelni, hogy 2 hétig ne lássuk a mi kis gyöngyszemünket.
Ha jól értem a szabaidat, akkor ez egy álságos helyzetet idézhet elő nagyon sok mostani házasságban. Igen. De mi lenne a kompromisszum, a megfelelő elfogadható kompromisszum? A kompromisszum az lenne, hogy meg kell tanítani a vállófélbe levő feleket a normális szülőtársi magatartásra. Ez milyen? Az olyan, hogy tiszteljük egymást, és befejeztük azt, hogy házastársként tekintünk egymásra, félretesszük a sérelmeinket, és a gyereknek az érdekében szorosan együtt kommunikálva egyfajta projektként kezdjük kezelni az ő egészséges értékek szerinti közös felnevelését. Ez valóban egy ideális helyzet, de azért nem tartom valószínűnek, hogy erre mindenki készen áll. Erre alig állnak készen. Erre képzés kell. Milyen képzés kellene szerinted? Hát eleve a gyermekek érdekében kéne egy képzés arról, hogy hogyan legyünk szülők. Tehát az, hogy az autóvezetéshez le kell tenni ugye a kreszt, a forgalmit, a rutint, a műszakit, meg az egészségügyi ötféle vizsgát, ahhoz, hogy valaki apa meg anya lehessen, ahhoz semmilyen vizsgát nem kell letenni. Úgyhogy én mindenképpen bevezetnék egy kötelező képzést arról, hogy hogyan kell a válás után és a válás közben normálisan kommunikálni a gyermek felnőttkori mentális egészségének az érdekében. Lenne ötletetek arra, hogy hogyan építenétek fel egy ilyen képzést? Abszolút, persze, természetesen. A főbb attribútumok mik lennének? Azt kell megérteni, hogy egy gyermeknek milyen életkorban milyen igényei vannak. Gyakorlatilag a képzésben szakembereket vennék igénybe, gyermekpszichológusokat vennék igénybe, gyermekvédelmi szaktanácsadókat vennék igénybe, tehát olyan úgynevezett kócsokat, segítőket, akik a gyermeknek a tudorai. Ahogy az előbb elmondtam, itt ennek az egész normális keretek közötti elválásnak az a kulcs, hogy ki mennyire tudja a saját egóját letenni, és mennyire tud ebbe a csapatjátékba részt venni, amit úgy hívnak, hogy szülőtársi kapcsolat, mert nagyon furcsa, és szoktam is mondani az ügyfeleink, hogy mostantól sokkal fontosabb, hogy jobban legyetek, jobb legyen a viszony köztetek, mint amikor házasok voltatok. Ez egy csapatjáték innentől. Mik a veszélyek, amikkel muszáj számolni a következő hónapokban? Hát először is az, hogy bántalmazó történetek is. Tehát, hogyha a bíróság nem elég éles szeműen szűri meg ezeket az úgynevezett két hét itt, két hét ott kapcsolattartási döntéseket, akkor igenis ezt meg tudja sínyleni akár a gyermek. Az ellennevelés az mindig ott van egy ilyen, akár egy ilyen hosszabb együtttartózkodás lehetőségével, ami megint egy nagyon durva lelki bántalmazás. És hát én ezt is veszélynek tartom, amit az előbb mondtam, hogy benne fognak az emberek maradni méltatlan kapcsolatokba csak azért, mert nem tudják elképzelni azt, hogy ennyire hosszan legyen a gyermek a másik szülőjével. És akkor megint mit lát a gyermek? Mindent lát, csak nem szeretetet. Amikor eljön hozzánk egy szépen vaják konzultációra egy pár, és van közös gyerek, akkor küzdünk azért, hogy együtt maradjon ez a házasság a szakembereinkkel is, illetve adott esetben a párral is, viszont ha azt látjuk, hogy méltatlan az élethelyzet, tehát abszolút méltatlan, bárki bántalmazza folyamatosan visszatérően a másikat, verbálisan, fizikálisan, lelkileg akárhogyan, és méltatlan az adott helyzet, és veszélyezteti a testi lelki egészségét akár a gyerekeknek, akár a párnak, akkor azt mondjuk, hogy akkor jó, akkor ezt csináljuk meg, ezt a válást gyorsan, takarékosan, úgy, hogy a gyerekek ne menjenek ebbe tönkre, és korrekt legyen az anyagi elengedés is. Móni? Szülőként mi tehetjük a legtöbbet azért, hogy ne a gyerek vállára nehezedjen egy döntési súly, mert nem a gyerek válik, a szülő válik. Tehát a gyerekre nekünk szülőknek, meg válófélben lévő szülőknek kellene nagyon-nagyon vigyázni, hogy minél kevesebbet sérüljön ebben az egészben, mert sokszor alábecsüljük, hogy mekkora fájdalom ez a gyereknek, meg mekkora gyászfolyamat, milyen komoly trauma, és anyaként, meg apaként erre nagyon gondosan oda kellene fókuszálni, hogy minél inkább megvédjük a gyereket. És amikor a bíróság megkérdezi, ne egy kőkemény döntési helyzetben legyen egy hatodik osztályos kislány vagy kisfiú, hanem azért egy picit próbáljuk puhítani ezt a helyzetet, amennyire szülőként lehetőségünk nyílik erre. Innen folytatjuk hamarosan beszélgetésünket Herkules Mónikával és Galambos Balázzsal, a Szépen Vájjál Válásközpont válási szakértőivel, a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jazzin. Ez továbbra is a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzin, egészségmegőrző műsorunk vendégei Herkules Mónika és Galambos Balázs, a Szépen Vájjál Válásközpont szakértői, a fókuszban az úgynevezett válástörvény, illetve a gyermek elhelyezéssel kapcsolatos módosítások. Móni, milyen véleményekkel találkozol a válás előtt álló édesanyák részéről? Ők azért nagyon sokszor
problémát látnak abban, és probléma is lesz belőle, hogy oké, tehát nekünk akkor egy közös szülői felügyeleti jog tekintetében a volt férjemmel folyamatosan együtt kell működni apróbb kérdésekben is. És az már eddig sem ment. Nem véletlenül jutottunk el odáig, hogy elváljunk. Mm-hmm. Akkor ez hogyan lesz ezek után? Tehát ez azért a nők részéről azt is jelenti, már vizionálják magukban, hogy hát akkor ez majd egy erős eszköz lesz a volt férjem kezében, és nehogy a gyerek igya meg az egésznek a levét. És akkor az édesanyáknak mi ebben segítünk, hogy egyrészt föltárjuk azt, hogy mennyi realitása van a félelemnek, és hogyha van realitása a félelemnek, mert valóban a családi életben sem vette ki a férfi a részét a nevelésből, vagy nem volt 100%-os, vagy nagyon-nagyon alulmúlta azt az együttműködést, amit egyébként szerettünk volna, akkor ott azért komoly segítséget kell nyújtani, hogy egy válást követően hogyan is zajlik majd az élet, meg hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy a gyereknek az érdekei azok valóban ne sérüljenek. Tehát ott jogi segítség is kell sok esetben, meg hát nagyon sokszor extrém dolgok is vannak, hogy azt mondja a hölgy, hogy de hát egyébként családon belüli erőszakot látott ez a gyerek. Most akkor hogy lesz ez a váltott nevelésben, vagy most akkor tényleg 2 hétig ott lesz? Tehát, hogy ilyenek is vannak, meg egészen mindennapi témákat érintő apróságoknak tűnő részfeladatok, hogy úristen, azt hogyan fogja ellátni a volt férjem abban a 2 hetes kapcsolattartási időben. Úgyhogy ez nehéz helyzet lesz, és komoly felkészülést igényel. Még mielőtt egyébként a válókeresetet beadnánk, azelőtt érdemes fölkészülni, hogy lássuk, hogy milyen mozgásterünk van, hogyha attól tartunk, hogy a gyereknek nem lesz feltétlenül nagyon jó. Azért egy mondat erejéig említsük meg az apukák álláspontját is, mert bár Balázs beszélt róla az imént, de nőként te hogyan látod most az apukák helyzetét vagy lehetőségeit az új törvény mentén? Az apukáknak végre lehetősége nyílik arra, hogy a válást követően is egyenjogúak és egyenrangúak tudjanak lenni. Tehát a törvény az egy szép lehetőséget biztosít, egy gondos, jövőbe tekintő, gyermekeit fókuszba helyező férfinak és édesapának. Tehát eddig csak akkor volt széles a tárház egy férfinak kapcsolattartása a gyerekével, hogyha egyébként a volt feleséggel jól együtt tudtak működni. De hát van, akivel nem lehet jól együttműködni, meg nagyon nehezen találjuk meg a lehetőségeket, hogy hogyan is tudjuk közös nevezőre hozni a dolgainkat. Ez a törvény minthogyha erre adna lehetőséget a férfiaknál. Tehát amikor nem lehet egyszerűen a volt feleséggel közös nevezőre hozni a dolgokat, nem lehet vele megbeszélni, nagyon azt tapasztalja a férfi, hogy a hölgy az lezár, akkor ez egy lehetőség lesz az apuka kezében, hogy ne essen ki a gyerek életéből. Mert eddig úgy nézett ki a dolog, hogy ha volt megegyezés a válófélben lévő emberek között, akkor nem volt olyan nagy a baj a férfi oldaláról. Most ezzel szemben lehetőség nyílik arra, hogy akkor, hogyha kutya-macska harc van a nő és a férfi között, akkor is lehessen kérni a váltott elhelyezést és a közös szülői felügyeleti jogot, és a bíróság majd dönt, hogy akkor ez működhet, vagy nem működhet. Elsődleges szempont az, hogy a gyereknek mi az érdeke. De a férfiaknak nyílik egy lehetőség, mert eddig úgy nézett ki a dolog, hogy abban az esetben, hogyha nincsen megegyezés a volt feleséggel, akkor a férfinak le kellett nyelni azt a nagyon-nagyon keserű pirulát, hogy nagy valószínűséggel a bíróság a felügyeleti jogot az édesanyának adja. Ez az esetek több mint 80%-ában így történt. És mivel nem sikerül megegyezni a kapcsolattartásban sem, ezért a bíróság arról hoz egy döntést, és leszabályozza a különélő szülőnek, jellemzően az édesapának. És ez a gyakorlatban általában úgy nézett ki, hogy a férfi, az édesapa a válást követően 2 hetente egy hétvégére láthatta a gyereket, meg hétközben még volt egy délután. Ez azért nagyon kevés egy olyan férfinak, meg egy olyan apukának, aki egyébként gondos édesapa, pontosan tudja azt, hogy a férfi minta az mennyire fontos az ő gyerekének, hogy azt a férfi mintát neki kell biztosítania, és jól kell biztosítania, és ahhoz idő kell. Közösen együtt töltött idő a gyerekkel, úgyhogy ez azoknak a férfiaknak, akik nem a bántalmazó
alkoholista kategória, nem az a kategória, aki eddig se törődött a gyerekkel, most meg aztán kapcsol. Egy normális édesapának, aki eddig is jelentős időt töltött a gyerekével, lehetőség arra, hogy a válást követően is fönn tudja tartani a normális szülő-gyerek viszonyt. Akkor is, hogyha a volt házastársa ebben nem annyira akar partner lenni. Tehát mi nagyon üdvözöljük ezt a javaslatot az egyik oldalról, és arról az oldalról, ahol ilyen férfiak vannak. Tehát ebben az esetben ez egy nagyon-nagyon klassz lehetőség lesz arra, hogy a válást követően is fönnmaradjon a normális kapcsolat a gyerekkel. Önök a mai Dr. Jazzy-ben Galambos Balást és Herkules Mónikát, a Szépen Válj el Válásközpont válási szakértőit hallották. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Köszönjük szépen mi is. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávar.